Hát, hány az szám alatt lakik? 9-es, pont itt van. És te tegnap? Voltam a Tomiéknál, megint be volt lőve. Ez mindig be van lőve. Azért megnézem a képét. Ja, én is. A főnök nevével nem kezdenék ki. Most megkapja. Meg. Szevasz. Szevasz. Ti kik vagytok? Ülj. Mi az a koszi? Milyen ember vagy te? Igen. Na mesélj csak a tegnapról. Reggel felkeltem, ahogy minden ember, hát szombat volt. Elmentem a piacra, bevásároltam, ettem egy sajtos tejfölös lángos, hazajöttem el, jöttem el. Jó, de mi nem erre vagyunk kíváncsiak. Nem arra, hogy mit csináltál rendben Pestre. Korán lefeküdtem, mert hajnalban kellett mennem dolgozni a gyárba. Azt sem mindegy, hogy kivel feküdtél le. Nem tudom, hogy miről beszélsz. Kovács Ida nem mond neked valamit? Kovács Ida. Kovács Ida nem mond nekem semmit. Nincsen Kovács Ida ismerősöd? Nincs, nem tudom. Hát ha mondom, hogy nincs, akkor nincs. Bár lehet, hogy most, hogy mondjátok, ismerek egy Idát. Nem biztos, hogy Kovács, de Ida az. És mit csináltál vele tegnap? Hát hosszasan beszélgettünk. Se többet, se kevesebbet. De légy szíves, srácok, tegyétek el ezt a fegyvert, légy szíves, meg... Akkor mondd meg, hogy mit csináltál tegnap? Du**t!